Szeptember elején tartották a Csak a mentes év séfje verseny szuper döntőjét, ami természetesen meg is nyertek. Vendégem Herceg Andrea, a verseny szervezője és az idei nyertes Derecskeiné Horváth Zsuzsanna. Sziasztok! A verseny nem tiltott célja az, hogy egy picit felhívjátok arra a figyelmet, hogy igenis lehet változatosan enni, mentesen is, és lehet nagyon jókat enni. Ez volt a cél, Andi? Igen, sziasztok, üdvözlöm a nézőket. A célunk az ez volt, hogy tényleg megmutassuk azt, hogy az alternatív alapanyagokból is milyen változatosan, milyen finomakat lehet főzni. A motivációja pedig az volt a versenynek, hogy szerettük volna azt, hogy legyen kifejezetten mentes verseny, hogy akik ilyen süteményekkel, ételekkel szeretnének indulni, ugye ők is egyenlően legyenek elbírálva, és ugye ez volt a kiváltó oka, a motivációja ennek a versenynek, és így jött létre. Zsuzsa, neked pedig gratulálok, hiszen ez egy nagyon szép elismerés. Miért jelentkeztél te a versenyre? Köszönöm szépen. Igazából szerettem volna én is megmutatni, hogy kreatívan és finomokat lehet készíteni, finom ételeket készíteni, mentes alapanyagokból is. Andi, ez már a harmadik éve volt, vagy ez már a harmadik év volt, amikor ezt megrendeztétek. Mennyi minden változott egyébként az elmúlt években? Gondolok itt arra, hogy mondjuk mennyire változatos az étel, amit elhoznak a versenyzők, meg mondjuk arra, hogy egyre többen jelentkeznek, hiszen szerencsére egyre többen választják azt, hogy akkor egy picit egészségesebben, mentesebben táplálkoznak. Így van, ugye az ételérzékenyek száma is napról napra növekszik, és ugye azok az emberek is, akik ugye egészségtudatosságból választják ugye ezt az életmódot. Hát a harmadik versenyen azért tényleg évről évre látszik az, hogy fejlődünk. A versenyzőkön is én azt gondolom, hogy az idei évben volt olyan színvonalú ételek, szóval az ételek minőségén is lehet látni, hogy abban is fejlődünk, ugye fejlődünk az elérésben, a jelentkezők számában, hát és még rengeteg lehetőség van előttünk ezzel kapcsolatban. Zsuzsa, te mióta főzöl mentesen, és minek a hatására döntöttél így, hogy akkor egy kicsit váltasz? Én 6 éve főzök mentes ételeket, és hát igazából a családom miatt kezdtem el, illetve magam miatt, hogy kicsit tudatosabban odafigyelve arra, hogy mit fogyasztunk otthon. Én már alig bírok magammal, mert hogy hoztatok nekünk finomságokat, a leves például a verseny egyik szereplője volt. Én meg is kóstolom, közben meséld el akkor, Zsuzsa, hogy mi ez pontosan. Jó étvágyat kívánok hozzá. Ez egy nyers vegán körtekrémleves, pirított pisztáciával, aszaltfüggével és egy picit citromhéjjal. Isteni, nagyon finom. Mennyire volt ezt nehéz elkészíteni, vagy kitalálni egyáltalán? Hogyan született meg ez? Hogyan született meg? Egyre több nyers vegán ételt próbálok kitalálni, elkészíteni, és ugye a családomnak is kóstoljanak, és hát kíváncsi voltam, milyen alapanyagok lesznek ott a versenyen, és tulajdonképpen erre esett a választásom, hogy ezt szerettem, otthon is sokszor elkészítem, és tudtam, hogy ez nagyon finom, reméltem, hogy... És nagyon finom is, hogy, én hogy ezt igazolom. Hogy a zsűrinek is ízleni fog. Andi, mi alapján döntöttetek, vagy melyek voltak a legfőbb szabályok? Mert hogy itt Zsuzsa már említette, hogy voltak alapanyagok, amelyekből választhatott. Hát akkor itt kezdem az elejéről. Ugye a séfversenyben a jelentkezők először egy online fordulón mennek keresztül. A 3 online fordulónak a győztese kerül be ide a szuperdöntőbe. Itt pedig ugye alapból onnan indul az egész verseny, hogy vegán ételeket kell elküldeni, gluténmenteset, cukormenteset, tejmenteset, és a versenyen is ezeket kell elkészíteni, és a versenyzők, amikor már bejutott a 3 versenyzőnk a szuperdöntőbe, akkor ők pár nappal a verseny előtt kapnak egy alapanyaglistát, hogy ne legyen sok idejük felkészülni, és akkor van 1-2 napjuk kb. Ugye? Úgy emlékszem, hogy 1-2 napjuk van kitalálni, hogy akkor igen, ebből mit készítenek majd el ott a helyszínen. Én figyeltem nagyon, de közben meg már szemeztem a desszerttel. Na ez micsoda, Zsuzsa? Ez gyönyörű. Ez egy nyers vegán energia golyó, egy desszert golyó, amit beleforgattam aprított pisztáciába, szárított málnába, illetve kókusszal, és egy superfood fehérje porral van dúsítva, ami még plusz benne. Mennyire volt például ezt nehéz kitalálni? Ezt a desszertet. Egyébként ez is nagyon finom. Jöhetnétek többször hozzánk. Igazából én úgy vettem észre, hogy az a
az alapokat kell megtanulni, vagy azoknak kell utána nézni, és ha már az alapok megvannak, hogy miből mit lehet készíteni, akkor már csak a képzelet szab határt tulajdonképpen. Akkor. Mi volt nálad a fő motiváció, hogy átálltál erre a táplálkozásra? Én szerettem volna lefogyni, és illetve a családomnak és magamnak egy tudatosabb döntés volt, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt, minél több vitamint, enzindus ételeket fogyasszunk. Gyerekeimnek is megmutatni, a családoknak is, ismerősöknek is megmutatni azt, hogy így is lehet. És hát 5,5 hónapja vagyok vegán, és az a 25 kilót fogytam, úgyhogy én nagyon örülök. Ez nagyon szép eredmény. Köszönöm. Zsa, nagyon szép. Andi, mennyire lehet egyébként változatosan enni így mentesen? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hát csak zöldség, csak gyümölcs, nagyon nehéz ezekből az alapanyagokból igazán jót készíteni. Egyébként nagyon jó mentes ételeket ettem már az életem során, ezért én például nagyon szeretem. Hát szeretettel várunk egy rendezvényünkön is, ahol végig tudsz kóstolni mindent. Én azt gondolom, hogy amikor már tényleg átállt és túl van az ember azon a pár hónapon, amikor még nehézség neki és fel kell dolgoznia, hogy most mit ehet, mit nem ehet, megtanulja ezeket használni, ahogy Zsuzsi is említette, onnantól kezdve tényleg a képzelet szab határt, és szerintem sokkal-sokkal színesebben étkezik mentesen az ember, mint alaphelyzetben, mint nem mentesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Zsuzsa, tőled pedig majd el fogom kérni a körtelevesnek a receptjét, mert az nagyon íz lett egyébként a desszert is. Szerintem buzdítsunk mindenkit arra, hogy együnk egészségesebben, akár mentesen. Köszönöm szépen, lányok. Köszönjük. Köszönjük szépen.